nagyon okosan szavaztál. A rózsaszín tartályba töltötte a folyadékot ez a kislány, ami azt jelenti, hogy a klímavédelmet találta a legfontosabb közügynek. De nem csak ő volt ezen a véleményen. Versenyben volt még a mezőgazdaság, az oktatás, az egészségügy és a munkahelyteremtés a Csiperó Ifjúsági Fesztivál játékán. Első alkalommal szervezzük ezt a Csiperó Ifjúsági Fesztivált, ugye a nemzetközi gyermektalálkozó tavaly lezajlott, az idén az Európai Jövő Egyesületnél a kiutazások zajlanak, tehát a tavalyi találkozónak a csere utazásai, és most a kiutazások évében is úgy gondoltuk, hogy szervezünk egy ifjúsági fesztivált a Kecskemét és a Kecskemét környéki fiataloknak. Már a mai délután is számos izgalmat tartogatott a fiataloknak. Játék közben pedig hasznos ismereteket szerezhettek arról, hogy milyen előnyökkel jár térségünknek az uniós tagság. Most kezdődik egy Európa labirintus, amiben azokat a fejlesztéseket fogják bemutatni, amik itt a kohéziós alapból valósultak meg Kecskeméten és a térségébe, tehát ezt körbe lehet járni, meg lehet ismerkedni, lesz egy totó, amit kitölthetnek, és ott értékes ajándékokat fognak kapni. Az emléktártér lett a fesztivál közösségi tere, ahol az Európa Jövője Egyesület az Új Nemzedékkel és a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztallal együtt működve kínál programokat a látogatóknak. Este pedig jöhet a buli. Adásunk után nem sokkal kezdődik a Bagossy Brothers koncertje. Holnap is érdemes lesz a fesztiválra látogatni. A részletes programokért keressék fel a híres.hu hírportált.